Sziasztok! Egy olyan dologról szeretnék beszélni, jó atya kegyelméből, amit én nem kértem, ő maga mutassa meg nekem. És ma reggel mutatott olyan álomképeket, ami számomra is teljesen ledöbbentő volt. És ez nem más, mint a drónok. Tehát a mesterséges intelligenciának a használata, és elmondom nektek az álomképeket, amiket az atya mutatott, rövid volt, és nagyon erőteljes. Hát láthattam két embert, aki ment az utcán, és még mellé vidéken, nem is nagyvárosba, és szószoros értelemben rengeteg drón volt az égbolton, és ez a két ember azt gondolta, hogy ezek a drónok valójában őket nem bántsák, de kiderült, hogy rájuk is lőttek, meglepetésükre elkezdtek rájuk lőni, és csak azért, mert egy tilalom idején voltak az utcába, tehát tilalom idején mentek ki az útra, és ezért a drónok kezdtek elvadászni rájuk is. Az emberek elkezdték figyelni ezeket a drónokat, hisz rájöttek, hogy ugye ezek az égbolton cirkálnak, és az atya úgy mutatta, hogy annyira megtévesztő lesz az egész, hogy hasonlatosak lesznek a madarakhoz, tehát nem is tudnak különbséget tenni az emberek olyan magasságba, hogy most egy drónt látnak, vagy egy madarat. És ennyi volt az álomkép, tehát maga a kép. És még álomképnek se mondhatnám már, hogy beunytam a szememet, maga a jó atya mutatta nekem ezeket a dolgokat ilyen erőteljesen, és közben jött egy csomó minden lélek által, és ezt fogom nektek elmondani, és hogyan történhet egy ilyen. És valójában nem is mondok én semmi újat Isten kegyelméből, hanem egyértelműen ezek a dolgok már megtörténtek az emberiséggel a covidizmus idején, és legfőképpen Kínában volt ez bevetve, amikor az embereket karanténba zárták, és akik kimentek az utcába, szószoros értelemben drónokkal megfigyelték és figyelmeztették, sőt, meg is fenyegették az embereket. Tudjuk, hogy Európában is alkalmazták, hisz a mainstream média mutogatta ezt, hogy hogy alkalmazták a nyugati világba. Sőt, ugye Magyarországon nem nagyon beszélnek erről a mainstream médiába, de itt is megfigyelték az embereket drónokkal, sőt, mi több már alkalmazzák is a rendőrség például, ugye a forgalom megfigyelésére, és ugye mint katonai eszközök legfőképpen így nagyon hasznos eszköznek tartsa a mai hadsereg. És érdekes módon a héten néztem bele a Netflixen egy olyan dokumentumfilmben, ahol kimondottan egy ilyen katonai technológiai bemutató volt, és erről beszéltek, hogy hogyan használják a mesterséges intelligenciát, tehát hogyan használják a robotokat a harcok bevetésére, és azon filozófáltak a dokumentumfilmbe, bár én ezt nem néztem végig, csak bele-bele néztem, valahogy a lélek nem engedte, hogy végignézzem, de nekem bőségesen elég volt ez, hogy meglássam azt ott, amire szükségem van ahhoz, hogy lélek által el tudjam mondani nektek azt az igazságot, amit az atya szívemre helyezett. Tehát azon filozófáltak ebbe a dokumentumfilmbe, hogy kiengedjék-e ezt a szellemet a palacból, tehát hogy az ENSZ is, meg összeültek a nagy okosok, a nagy katonailag fejlett országok, és ezen filóztak, és úgymondva vitáztak, hogy kiengedjék ezt a szellemet a palacból, tehát a mesterséges intelligenciát használják-e a céluk elérésére, és tudjuk, hogy a propaganda gépezet az hogy adagolja be valójában ennek a szükségességét, hát így. Tehát feldobja a labdát, és onnantól kezdve elkezd beszélni egy problémáról, aminek a vége a szükségesség lesz. Tehát így működik a sátáni rendszer. Tehát a propaganda gépezet az mindig is így működött. Tehát ugye előadják, hogy az emberekre veszélyes, és mennyire az emberi jogok ellen van ez az egész, hogy gépeket vessenek be az emberek ellen, tehát mesterséges intelligenciát a drónokon keresztül, vagy robotokon keresztül.
Sőt, arról is filóztak, hogy a katonai nagyhatalmak teljesen át akarják adni az irányítást egy központi mesterséges intelligenciának, ami majd bizonyos vészhelyzetekben fel tudja mérni a helyzetet, és alkalmazni fogja ezeknek a fegyvereknek a bevetését. Tehát maga a filozófálgatás, amit ott ebben a dokumentumfilmben ugye közvetítettek felém, amit én láthattam, valójában egyértelműen kijelentették a választ is. És az atya ezt mutatta meg nekem, és egyértelműen én a teremtő atyámnak hiszek. Tehát az elkövetkező időben, mondom, ezt már alkalmazták, ez hova tovább erőteljesebb és nyilvánvalóbbá fog válni az emberek számára, hisz mind ahogy mondottam, ez a vészidőkben, tehát a vészhelyzetekben törvényesen alkalmazták, ha emberi jogokat sértett, hanem sőt hivatkozhattak arra, hogy aki nem tartsa be a úgynevezett sátáni rendszernek a törvényét, tehát a korlátozásokat, arra egyértelműen, hogy akár lőhetnek is. És hogy miért engedi meg ezt a teremtő Isten, mert ilyenkor ugye felvetődik a kérdés lélek által, hát azért, mivel drága emberek, miattunk hatalmat a mesterséges intelligenciának, és valójában mi emeltük magunk fölé a gépeket, tehát mi alkottuk meg a gépeket, így ideig, óráig maga a teremtő atya is megengedi, hogy meglássuk ennek a következményét, ami nem lesz kellemes elsősorban az emberi testre, de belátásra juttathassa a lelket olyan értelemben, hogy megláthassuk azt, hogy mi az a fenevad, amiben lelket lehelve, aminek hatalmat adtunk, tud uralkodni rajtunk, és egyértelműen az az elképzelt szabadság, amit az utóbbi évtizedekben olyan erőteljesen súlykoltak felénk, egyértelműen bizonyos vészhelyzetekben le lehet kontrollálni, tehát le lehet szabályozni, akár még naív, ártatlan emberekre is lehet majd lövődözni, és meg is fogják tenni. Hisz tudjuk, hogy a rendszer az kénye kedve szerint tudja használni ezeket az eszközöket annak érdekében, hogy megtartsa a megfélelmítést. Tehát a propaganda gépezet, amikor beindul egy ilyen helyzetbe, és ez már évek óta megy, ez nem egy új keletű dolog, amit mondhatok, a propaganda gépezet az úgy használja fel ezt az egészet, hogy pontosan így adagolja be számunkra, hogy elhiggyük azt, hogy hát mégis majd az emberi jogok fele fog elbillenni ez az egész. De tudjuk, hogy az ENSZ-nek, vagy a WHO-nak, vagy a nagy katonai hatalmaknak egyértelműen az az érdeke, hogy meglegyen a globális kontroll. A globális kontrollnak a mintapéldája az Kínából indult ki, és ez annyira kívánatos lett a más országok számára is, hisz ugye megsporolja az úgynevezett emberi erőforrást, tehát ugye az ember az megkérdőjelezhető olyan értelemben, hogy láthattuk az első-második világháborúba, hogy nagyon sok embert elvittek a hadseregbe, de nem mindenki volt fenevad lelkületű, tehát nem mindenki gyilkolt azért, mert őt erre vezették. Tehát megmaradt benne még valamelyest a lelkismeret hangja, és nem csak lövődözött össze-vissza, hanem egyszerűen eljuthatott egy olyan állapotba, hogy úgy érezte lélek által, hogy ő hogyan is ölhetné meg embertársát. Tehát azért, mert egy másik ellenséges hadseregben van, lehetséges, hogy nem használta úgy a fegyvert, sőt, pszichailag sem tudta földolgozni azt, hogy olyan tettekre vesse magát, ami még a földi emberi elbukott természet szerint is egyértelmű, hogy óriási megbotránkozást okoz az ember számára. Tehát itt az, amiről beszélhetek, elsősorban lélek által lehet megérteni. Ezek a gépek, ezek nem fognak és nem is gondolkodnak azon, hanem ők egy mesterséges intelligencia által beprogramozott szabály szerint hajtsák végre a parancsot úgy, lelketlenül, hogy őket nem érdekli majd, hogy ki ment ki az utcára, hanem egyértelműen úgy teljesítik a küldetésüket, hogy akár ártatlan embereket is legyilkolhatnak, sőt, mi több,
szabályozhatnak bizonyos keretek között. És úgy, ahogy mondtam ebbe a videóba, ez meg lesz engedve az Atya által, hogy meglássuk azt, hogy mivel olyan erőteljesen lelketlené váltunk, és a gépekbe vettük a hitünket, tehát a fenevad rendszerének adtuk azt ott a fajta életidőnköt, tehát nem az Isten országát kerestük, nem az igazságot, nem az élet értelmét akartuk megismerni, hanem egyszerűen a földhöz ragadtságunk következményeképpen az elbukott természetünk, fenevad természetünk miatt egyszerűen a gépeknek adtunk egy olyan felhatalmazást és egy olyan lehetőséget, hogy meg kell lássuk a következményét. És egyértelmű, hogy ez bekövetkezik, és már mondtam, hogy be is következett, hisz, hogyha mi, hogyha emberek megtagadjuk a lelket, megtagadjuk az Isten lelkének a közvetlenségét, az Isten lelkének a vezetését, az oltalmát, a vele való személyes kapcsolatot, akkor meg kell lássuk azt, hogy mi az, amiben hiszünk mi, tehát a hitünk következménye, hisz tudjuk azt, hogy az Isten rendjében, az Isten rendéletében, amit ő teremtett. Mindegy, hogy mi hogy próbáljuk ezt felborítani, vagy mit szeretnénk mit csinálni, miket találunk ki, ami az ő rendje ellen megy, annak mindennek van következménye. Ez pontosan így van a saját életemben is, annélkül, hogy mondjuk én valaha gyártottam volna ilyen képet magamnak itt, vagy bármi, hogyha az én az életrendje ellen tevékenykedek, és úgy élem az életemet, az Atya egyértelműen megengedi, hogy ennek legyen következménye. Tehát meglegyen az erőteljes szembesülése avval, hogy hogyan mentem szembe a tökéletes teremtéssel. Tehát még itt a Földön is, ebben az árt világban az ő rendje működik. És addig, amíg az ember próbálja folytonosan ezt feszegetni, úgy is mondhatnám, hogy felborítani, hova tovább erőteljesebb következményei lesznek, addig, amíg az ember nem jut el arra a belátásra, hogy mit alkotott magának, és bűnbánóan nem fordul az egyedüli, mindenható teremtő Istenhez, és nem kéri az ő lelk által, hogy megláthassa az igazságot, aki nem más, mint Jézus Krisztus, hisz Jézus Krisztusban jelentetett ki számunkra az út, az igazság és az élet. Egyértelmű, hogy ezekben az időkben is az Isten gyermekei lélek által lesznek vezetve, és azok, akik lélek által vannak vezetve, azoknak nincs semmi tartani valójuk sem a mesterséges intelligenciától, sem a robotoktól, mert nem fog olyan helyre menni, amit neki előre már az Atya megmutat, nem fog olyan dolgot megcselekedni és kimenni az utcára, ahol előre a lélek neki kijelenti képekben, akár ahogy az Istennek kedves, hogy az ő gyermeke meghallja és meglássa, hogy az élete veszélybe kerüljön. Tehát megmaradhat teljesen az Atya kegyelmébe. Itt azok az emberek kerülnek vészhelyzetben, akik egyértelműen nem hallják az Atya lelkének a hangját, tehát nem hallják az Isten hangját, nem hallják Jézus Krisztus lelkét, nem lássák, nem élik meg a vezetését. Azok az emberek egyértelműen így, ahogy az Atya mutatta, nagy naivul bele tudnak sétálni egy olyan helyzetben, ahol azt gondolják, hogy a gépek nem ellenük szólnak, de a totális kontroll ez pontosan erről szól. És én nem tudom, hogy mi van Kínában, én láttam egy pár dokumentumfilmet, sőt azt hiszem, hogy itt a YouTube oldalamon is van egy ilyen dokumentumfilm, hogy valami az a címe, hogy a kínai digitális diktatúra, vagy valami ilyesmi, most már én nem tudom fejből, de hogyha befejezem ezt a videót, ide be fogom linkelni, hisz már évekkel ezelőtt Kínában egy teljes digitális kontroll van, tehát a társadalom kontrollálva van, és kreditpont rendszer szerint működik minden. És ez azért van, mert az emberek, tehát a kínai társadalom, az belement ennek a diktatúrikus megoldásnak a követésében akarva vagy akaratlanul, és ezek az emberek igazából tudják, hogy ez mivel jár, de mi azok, akik
a nyugati társadalomban és a nyugati féltekén a globális világnak, akik meg el voltunk hitetve, hogy az a nagy szabadság, tehát ami már átcsapódott teljesen szabadosságba, meg kell lássuk a következményét annak, hogy ez hogyan működik. Tehát a kontroll az mindenütt kontroll, és ez a kontroll, ez még egyszer hangsúlyozom, csak azokra lesz erőteljes kontroll, és azokra lesz veszélyes, akiket nem személyesen maga a Teremtő Isten vezet. Tehát nem születtek újjá Jézus Krisztus kegyelme és igazsága által, hanem egyértelműen próbálják fürkészni az eget, hogy különbséget tudjanak tenni majd a drónok és a madarak között, és nem biztos, hogy meglássák ezáltal is a veszélyt, amibe belesodródtak. És egyértelműen, hogy ez a mesterséges intelligencia nem csak a test ellen volt hatással, tehát a testre van hatással, úgymondva a testi emberre, hanem egyértelműen a lélekre is, mert az az életidő, amit kegyelemből kaptunk ebben az intervallumban, a mesterséges intelligencia, a nemzedék által fejlődhetett ilyen nagyjá, tehát mi adtuk meg neki a hatalmat, tehát lelket leheltünk bele, egyértelműen átadtuk azt ott a fajta tudást, tehát az életerőt és mindent, amit mi kaphattunk születésünktől fogva a Teremtő Istentől, teljesen átfordítottuk és oda ajándékoztuk a fenevad rendszerének. Tehát a sátán, hogy tökéletesen tudjon működni és tökéletesen meg tudja mutatni az erejét és a hatalmát, de csak azokon, akik nem ismerték meg az igazságot. Tehát ennyit szerettem volna mondani nektek, drága emberek, ami jött Isten kegyelméből, és akinek van füle a hallásra, meghallja, hogy mit mond a lélek, és még soha nem késő, hogy az igazi vezetést megismerje az ember, hanem minden egyes pillanat, minden egyes nap lehetőség arra, hogy az ember odaforduljon teljesen az igazsághoz, ami Krisztus Jézusban jelentetett ki számunkra, és ezáltal belekerüljön abban az oltalomban, amit az Isten gyermekei ezekben az időkben is, és az elkövetkező időkben is élvezni fognak a Jóatya kegyelméből. Lehet akármilyen komoly mesterséges intelligencia, lehet akármilyen digitális fenevad rendszere, az Isten gyermeke, az minden körülmények között lélek által lesz vezetve. Sziasztok!